nagyon örülök, hogy itt van valahol a teremben Szoboszlai Lilla, aki ezt annak idején elindította és indítványozta, hogy legyen egy olyan kiállítás sorozat, ami a Miskolcról elindult fiataloknak ad lehetőséget a bemutatkozásra. Most a kiállító Orbás Márton, Dombóvári Ágnes, Gál Florentina, Gályás Kufia, Gárdi Kristóf, Hengler Anna, Horváth Ádám, Mészáros Szandra, Miklós Gábor, Négyesi Ádám, Simonyánkori, Szeszák Ádám, Zelena Vera, és nem utolsó sorban Zilavi Bogi. Szeretném megköszönni a segítséget Szucsik Józsinak, aki segített ennek a névsornak az összeállításában, illetve Orosz Csabának, Csontó Lajosnak és Madács Istvánnak, aki nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy ez a 14 fiatal így össze tudja jönni egy kiállítóteremben. Bárhonnan is nézem, akárhogy is szeretném valóban kívülről látni a dolgokat, mégsem megy igazán. Pedig jó lenne felrepenni, és valahogy onnan tekingetni lefelé, úgy felülről, olyan magaslatból, ahonnan már eltűnnek a csúfságok. És nem is, hogy csak nem látszanak, hanem tudni, hogy egyáltalán nem is léteznek már. Olyan művészet képes megismertetni bennünket, már megismerhetetlen is. Az alkotás energiája nem igényli a pusztítást. Vagyis esetünkben, ebben a típusú építkezésben nem bontással és rombolással kezdődik a munka, nem is a környezetben található összes fa kivágásával. De nem is toldással, foldással, javítgatással, kiegészítgetéssel, átszabdalással. Az új generációk megtanultak sok mindent a múltból, és sok-sok tanulságot tartanak érdemesnek tovább gondolásra. Ám mégis, valójában merőben új kihívásokkal szembesülnek. Saját értékrendek szerveződnek, teljesen új. Markánsan eltérő kommunikációval, új technikákkal, új lehetőségek formálódnak. Új koncepciók alapján, új művészetnek, új szellemiségi, új stratégiák készülnek, új alkotók újat építenek, és új műveikkel azután ők hatnak majd az új helyzetben, egy új világban, új emberek örömére. És ez így van rendben. Hát igazából az elmúlt 5 évből válogattam, de nem akartam elsős munkákat idehozni. Végül abban maradtunk, hogy egy 2 évvel ezelőtti képemet fogjuk kirakni, és egy ideit. Most ezzel a 2 képpel azt szeretném reprezentálni, hogy mondjuk 2 évvel ezelőtt hol tartottam körülbelül. Most már egy sokkal felszabadultabb, sokkal több médiumot felhasználok egy képhez, filceket, nem tudom, benekarcolok, ilyesmit. Miskolc így meghatározó volt az életemben, itt tanultam szakközépiskolában, a képzőművészeti, Magyar Képzőművészeti Egyetemen Budapesten folytattam a tanulmányaimat. Erre a kiállításra egész új munkákat hoztam, színrajzokat, illetve ezen kívül egy festményt is. Igazából technikai szinten még ezek erősen kísérletező jellegű dolgok. Tulajdonképpen én a diplomamunkámat hoztam el. Ez egy 3 részből álló sorozat, Abstraktondok. Nagyon sokat foglalkoztam azokkal, hogy az emlékeink miképpen befolyásolják önmagunkat. Nagyon érdekes dolog például az, hogy amilyen festészeti technikát találtam, az például nagyon szép összefüggésben van azzal, hogy Miskolcot magát hogy látom. Mint hogyha a képek rozsdásodnának, ugyanúgy Miskolcnak is megvan ez a nosztalgikus hangulata.